Üdvözlök mindenkit, Abidosz vagyok, és most a Plants vs. Zombies Garden Warfare-nek a próba verzióját hoztam el nektek, és fogjuk megnézni, hogy milyen. Hát a próba verzió azt jelenti, hogy Origin-nek a game time-ját használva lesz a játék bemutatva. 3 napig ingyen lehet játszani a játékkal, hogyha hozzáadod az Origin-edhez a játékot, és akkor utána addig játszol, amíg ez a 3 nap le nem telik, első indítástól kezdve. És hát én most indítottam először, még nem láttam korábban ezt a játékot. A Origin Game Time viszont limitált ideig elérhető, tehát hogyha később nézed a videót, akkor nem biztos, hogy neked is elérhető lesz ez a szolgáltatás, tehát nem biztos, hogy ki tudod próbálni, de én attól függetlenül most bemutatom, és akkor megnézed, hogy neked mennyire tetszik. Na hát akkor itt vagyunk a menüben, és nem igazán tudom, hogy mi hogy van. Játszok a Garden Ops módban szóló, vagy más játékosokkal, és próbáljuk megvédeni a kertet a hullámokban érkező zombiktól. Van multiplayer, amikor többi játékmódban harcolnak a növények és a zombik. Van karakter, amiben elvileg személyre szabhatjuk a karakterünket. Aha. Lehet itt a növényeinket megnézegetni és customizálni. Például, hogy milyen legyen a kinézete, legyen-e rajta valami tatú, mint nem fog eszembe jutni. Tetoválás, na. Akkor lehet ability-ket berakni, ability-ket, hogy külön képességei legyenek. Akkor milyen gesztúrái legyenek. Hogy például, hogy mit csináljon, hogyha igent mondasz. Tehát ilyen nagyon aranyos. A játék amúgy a Frostbite Engine-re épül, igen. És annak megfelelően ugyanazt használja, mint a Battlefield 4. És hát akkor nézzük is meg akkor a Garden Ops-ot. Keressünk egyet. Mindegy, milyen játék legyen, csak normál nehézségen. Mindjárt talál is nekünk valamit. Hopp, meg is van. Itt vannak csapattársak, akik hallják, amit mondok. Nem tudom, hogy lehet neki kapcsolni a csetemet. De remélhetőleg ők kikapcsolják, és akkor várom még egy embert. Vagyis én szeretném, ha várnánk. És ha kikapcsolják a csetemet, akkor nem hallják, amit mondok. De így biztos idegesítő. De csak rányomsz a másikra, és akkor dolgunk. És kész. Na, hát én attól függetlenül nem fogom ezt így befejezni, mert mint így a vetszetet miattuk. Lehet változtatni ugye pályákat. Na, ott engem ki akarnak kikkelni. Tessék. Valahogy ki kell kapcsolnom a beszédet, mert ez így nem lesz jó. VoIP, push to talk. Mint akkor miért ment? Nem tudom. Na, hát majd mindegy. Menjünk vissza. Megpróbálunk újra keresni. Na, mire mentem? Jó. Ennyire. Bármilyen pálya lehet, de csak az. A játék nagyon aranyos koncepcióra épül, ugye? Hopp, egy kicsit mellé kattintottam. Ne. Na, oda menj át. Közben, amiközben betölt, addig egy kis cheatet keresek a neten. Legalábbis olyan cheatet, hogy
a Wikipédiát, ugye? Na, Frostbite 3 engine pontosabban, ezt akartam megnézni, egy hanyas Frostbite engine. PopCap Games-nek a munkája, ők is ugye csinálták a Plants vs. Zombies-t még annó, és annyira nagy siker lett, hogy nem sokkal utána az EA meg is vásárolta őket, és hát megcsinálták a Plants vs. Zombies Garden Warfare-t, ami PS3, PS4, Microsoft Windows, Xbox 360 és Xbox One-ra is megjelent. Na, nézzük akkor, ki lehet választani, hogy milyen növénnyel megyünk. Peace Shutter, tehát borsolövő, Chomper, Sunflower, nekem ez jó lesz, az aranyos, szeretem a Sunflower-t. Na, nézzük a játékot. Xbox One-on van egyedi játékmód is. Na, ez ilyen hílelős karakter, ez egyértelműen látszik most a kis videóból. Ha. És most megy. A játéknak még van egy másik része, az első Plants vs. Zombies-nak, ugye? A... Fú, laggolok. Az első Plants vs. Zombies-nak. Az mobilra érkezett, Androidra és iOS-re. Miért laggolok? Elég csúnyán laggolok, ez nem jó. Ez egyáltalán nem tetszik. Ennek nem kéne így működnie. Tehát itt le van állítva a letöltés, tehát egyáltalán nem tudom, mi van. Felmegyek TeamSpeak-re, megnézem, hogy milyen a pingem. Az ott vissza tudom nézni, ugye? Ez egy kicsit fura lesz így, de nem muszáj vagyok megnézni, hogy most nálam van-e a gond, vagy a szerver, ahova mentem, az rossz. Mindjárt megmondja. Calculating ping. 11 millisekundum. Akkor itt valami más gond van, más miatt laggolok. Ez nem jó. Nagyon kellemetlen. Át kéne mennem egy másik szerverre, ez így nem jó. Tudok lőni. Ez az Updated Garden, mármint Plants vs. Zombies-ban ugye nem így van. Ott nem tudnak lőni a napraforgók. Na, jönnek a zombik. Tehát ez ugye a klasszikus Tower Defense pálya, vagy játék. Tehát meg kell menteni a kertet. Nem hiszem, hogy a játéknak a bugja lenne ez a szaggatás, vagy... Igen? Nem, mert visszacsúszok. Ó, valamit benyomtam. Táraztam? Igen, lehet tárazni is. Felnéz a napra, és akkor táraz a napra forgónk, ugye? Pénzérméket lehet gyűjteni. Ez nagyon kellemetlen, ez ebből kilépek. Hát most oké, hogy vereség lesz, de így nem tudok játszani, meg bemutatót csinálni rendesen. Hát ez egy ilyen kellemetlen dolog. Itt van tipp, ezt nem tudtam elolvasni. Most én csinálok játékot, és akkor remélhetőleg nem lesz ilyen gond. Mindjárt meglátjuk, hogy belépnek-e a többiek. Mármint, hogy találnak-e nekünk csapattársakat. Megnézhetjük ugye a profilunkat, de ez csak az Origin profil, nem valami Garden Warfare-es profil. Ez amúgy szomorú. És nem tudom, van több nehézségi fokozat, de nekünk az jó lesz. Hát elindulna a játék anélkül is, hogy mások jönnek. De ezt azért szeretném elkerülni. Na, megint kikattintottam a képernyőből. Hát ez így nem jó. Tehát mégiscsak keresek egy másikat, ahova beléphetek. Nagyon aranyos tényleg.
Februárban érkezett meg Xbox és Xbox One-ra, Xbox 360-ra és Xbox One-ra a játék, később júniusban jött Windowsra, és a napokban augusztus 21-én és 19-én érkezett meg PlayStation 3-ra és PlayStation 4-re a játék. Mindjárt kiderül, hogy hova dob be. Ez egy másik pályának tűnik, mint ami az előbb volt, de az előbb nem néztem meg, hogy milyen pályára mentem. Na most megyek akkor borsólövővel. Na, mindegyiknél van egy ilyen kis videó, hogy hogyan is működik. Ó! Különleges képességükről. Nem, ez... Még az is lehet, hogy ugyanaz, mint ahol az előbb voltam. Hoppá. Nem néztem, hogy az előbb hogy hívták a társainkat. De ez nagyon idegesítő. Nem tudom, hogy ez általános probléma a játékban, vagy nem. Tehát különféle zombik érkeznek mindig, és ezek próbálják meg a embernek az agyát megenni. A növények pedig kezükbe veszik a dolgokat, és megvédik a kertet az érkező zombiktól. Szerintem ugyanazok a játékosok, ugyanarra a szerverre jöttem föl. Ami elég kellemetlen. Ad nekünk napsugarat ez a kis növény. És már a négyes kör van. Nagyon rossz ez a lag. Nyugodtan, aki ismeri a játékot, játszott vele mondjuk Game Time-ban, vagy valami, írja meg, hogy az általános probléma-e. Tehát, hogy ilyen rossz a játéknak a hálózati része, vagy pedig... Visszaugrál a kép. Csak pont kifogtam valami jó szervert. Hagyjál békén. Próbálok segíteni. De amúgy elég aranyos így a játék. Csak... Hát ne legyen a játszhatatlan. Különböző fedezékekben jönnek ezek a zombik. Van újságot olvasó. Ugyanazok, mint akik megtámadják a kertedet a Tower Defense-es játékban. Kérdésben. Na, nem. Nagyon nehezen tudok mozogni. Na, mindjárt vége ennek a hullámnak, de... Utóbb félek, ha kilépek, megint ugyanerre a szerverre dob be, szóval szerintem én most kilépek, és át vagyok egy sima multiba. Tehát nem Spec Ops-osba, vagy Garden Ops-osba. És akkor megnézzük, hogy úgy mire jutunk. Amúgy is kíváncsi vagyok arra is. Welcome Matt. Na, azt írja, hogy ez a legjobb hely a kezdésre. Lehet, hogy másba be se enged. Zombos Estate. Xbox One-ban van egy különleges játékmód, tehát az Xbox One-os verzióban, amit kinek te lehet játszani, ott van a Zombos, és vagy egy gonosz zombi Doki, és ő például hangirányítással tudja irányítani a zombikat. Ez ilyen érdekesség. Itt vannak, hogy milyen zombi fajták vannak. Több fajta van, mint... Úgy néz ki, mint növény. Scientist, All-Star. Hoppá! Közben úgy néz ki, hogy... betett pontosan ez a Doki.
meg hogy milyen, mennyi agyat kell gyűjteni. Mi? Ja, hogy én vagyok most a zombosz? Vagy mi a fene? Ja, ez olyan, mint a Commander mód a Battlefieldben, ne vicceljetek már. És így gyűjtenem kell az agyat. Ez nagyon jó. Na, ilyen játékmódról beszéltem, csak ott hanggal lehet irányítani. Nem tudtam, hogy ezt PC-n is belerakták. Megpróbálom gyógyítani őket. Nincs annyi. Ja, így húzni kell oda, mint a tableten játszanál. Ja, a növények is felvehetik esetleg az életet, vagy nem? Ez nagyon beteg. És tényleg így hullanak az agyak, mint a sima Plants vs. Zombies-ban. De rakhatok nekik ugye oda beacont. Beacon, de hogy is spottingoló beacon. Na de én nem ezt akarom. Tehát ez volt a boss mód. Akkor legyen az All Stars. Nézzük mit tud. Szegény napra forgó. Hát ez nagyon kiütötte. És nem ugrál össze-vissza. Ez az! Megy a játék! Na, ez az! Ez tetszik! Na, ez jó szerver. És akkor most ugye a zombika növények ellen játék van. Együtt kell haladnunk. És győzelemre menni. Hú, itt valami... cseresznye volt, a fene se tudja. Aranyos, ilyen lassabb játékmenete van, mint mondjuk egy Battlefield Heroes-nak. Mert a szaladgálás lassabb, de egy zombi nem nagyon megy gyorsabban. Nézzük meg a Scientist. Neki is biztosan új képessége. Aranyos. Jó. Na, csak az első élményem volt egy kicsit olyan suta. Az alapvetően nem néz ki rosszul. Majd jónak tűnik. Az barát. Na, nézzük meg ezt a telót. Nem, már mit pattog ez a borsó? És cooldownom van a képesség. Nekem élet kéne. De nem tudom, hogy hogyan. Úgy néz ki, hogy visszatöltődik az élete. A dokinak, meg a zombiknak, valószínűleg az összesnek. Csúnya napraforgók. Elég sokan vagyunk, tehát ez egy rendes Battlefieldnek is felfogható. Ilyen TDM-nek. Nem biztos, hogy nem szerzem be ezt a játékot, tehát csillagokat lehet szerezni. Sonic Grenade. Wow, előszedi a földből a rossz virágokat. Tehát egyáltalán biztos, hogy nem fogom én ezt megvenni később. Egyszerűbb játékmód, vagy egyszerűbb játékélmény úgy, de nagyon szeretem a Plants vs. Zombies, ott vannak a amúgy nem magyarok, de amúgy én mindig krumplinak hívom őket. De szerintem olyanok, mint a krumplik. Kinyírtam a krumplikat. Milyen konosz oldalon vagyok én. Potato main. Vagy main. Mine. Tehát akna volt.
Na nézzük akkor a Food Soldier-t, ezt még nem néztük meg. Wow. Nagyon aranyos. Na, ő sokkal gyorsabb, mint a többiek. És valami 50 pénz a díj, amit össze kell gyűjteni, és akkor lesz vég a játéknak. Ez gondolom olyas, mint a 50 kill. De nem tudom. Hát ennek a napraforgónak vége. És 47-tel jól állunk nagyon. Gondolom a spot rendszer is nyertünk. Úgy néz ki, nyertünk. Sticker shop. Ez olyan, mint a Titanfallban a... Plasma shooter pack. Pénzt lehet gyűjteni. Na nézzük ezt. Ó, lehet ilyen matricákat gyűjtögetni. Ami nem tudom miért jó. Ja, ebben vannak ilyen ruházatok, meg külön cuccok, hogy jobban nézzenek ki. Szóval van zombi pak is. És akkor így lehet felöltöztetni a zombikat, nagyszerű. Most nem veszek, meg látom, hogy van benne valós pénzért is cucc is. Tehát valós pénzt is lehet használni. Mikrotranszakciók. De nagyon remélem és gondolom, hogy nem muszáj használnom ahhoz, hogy jobb legyek, vagy valami, csak olyan skineket lehet esetleg venni. És hamarabb megszerezheted azt, amit szeretnél. Na. Most azon a pályán vagyunk, amin az előbb úgy össze-vissza csúszkával aggoltam. És most kaktusz meg Sunflower, meg minden ilyesmi, és most is így... Aha. Lehetek ilyen boss módban. Tehát az lényegében a commander mód. Na nézzük meg a kaktuszt. Potato mine. Na lerakod. És akkor felrobbannak a zombik. Cuki. Tök jó. Pont mint a másik játékban. Na nézzük. Nem tudom hány hármat lehet lerakni. Hú, már jönnek is. Valami sniper-szerű. Lehet, hogy ilyen puska. Nem tudom, hogy a zombik látják-e az aknát. Vagy nem. Aranyosabb, mint egy Battlefield, az biztos. Tehát azzal nincs gond. Nem tudom, egyszerre hány akna lehet lent, lehet, hogy a régiek eltűnnek, hogyha... Nem tudom, mennyire kell előre lőni. Már megint egy halott. Hú. Fel lehet kelteni a másikat, vagy mi az? Vagy healjön belőle vissza? Na, visszagyógyulunk úgy, mint a Battlefieldbe. Hoppá. Na most lehet, hogy... Hogy az életem. Basszus, ez felrobbant. Tizennyolc élettel nem sokkal.
De egyelőre megélek. Kicsit olyan suták a zombik. Na most. Sikerült elintézni. Őt még nem öltem meg. Váltsunk karaktert, mert egyelőre az nagyon jól bejött. Nézzük Chompert. El tud. Elég sokrétű karakternek tűnik. Na nézzük. Nem tudom mennyi ideig tud a föld alatt lenni. Aha. Számít az, hogy... mennyi ideig van. De ez eléggé közelharcos. Gondolom ilyen tankszerű növény. Milyen aranyosan fut, mint hogy nincs a... Na, jövök! De úgy néz ki, hogy lát. Nem baj, megér is. Hoppá. Kinyírtak. Kettő egyre vezetek ellene minden esetre. Ezek nem tudom miért jönnek be, amikor kikapcsoltam. Na nézzük a borsót. Hogy neki van ilyen gránátosa, ugye? Nagyon aranyos. Ahogy futnak. Kész, ez tök cuki. Hát igen. Nem tűnik rossznak a játék. Na most egy darabig úgyse veszem meg, ez biztos. Még mindig kim van. Videó minden, hogy ne vegyél ilyen játékot. Hát azért jól meg kell fontolni, hogy miért veszel meg. De ha amikor így kipróbálod és tetszik, akkor azért azt megveheted. Na, de például... jó, hogy nem vettem meg az új Need for Speed-et, mert tényleg eléggé semmilyen lett. F, E betűvel újra lehet éleszteni, de aranyos. Aj, szegény, hogy szenved? És most már él. Ez tök jó. Fedezzünk. Pici barátunk. És nem állunk olyan jól. Kaktusszal kéne mennem, avval bejött az élet. Ne ott hajj meg, mert nagyon rossz helyen halsz meg. Valonnan lőttek, de... nem tudom honnan. Az oda ment. Fú, az szépen robban. Megpróbálom éleszteni. Sikerült. Egyelőre jó. Ez is jó. Basszus. Kinyírtak. Felkeltenek. Ha fel tudnak. És sikerült. Juhú, köszi. Nem tudom, hogy kell megköszönni. De én is megpróbálom felkelteni a barátunkat. Ez nagyon jött. És most kinyert. Na, ja, nyertünk, visszaosztuk, helyes. Ja. De, igen. Második lettem, épp hogy. Majdnem első. Nem sok hiányzott. És akkor megint itt vannak a stickerek. Aha, szépen lassan összejön a karakter, és most már használhatom azt. Ez tök jó. Na nézzük!
Váltsunk játékmódot, mert még biztos van. Kicsi. Van TDM. Akkor... ez a TDM, ha minden igaz. Folyamatosan ilyen... ez olyasmi lehet, mint egy rásmód a Battlefieldben, ahogy így olvasom. Erre kíváncsi vagyok nagyon. Mindjárt kiderül. Ne is dob valahova. Ha madár, ha virág leszek, akkor, akkor is itt kipróbálom a élesben a napraforgót. Ha zombi, akkor nem tudom. A zombi. Lehet, hogy a All-Star-ral megyek. Az úgy bejövögetős volt. El kell foglalni. Most indul a meccs. Hajrá, hajrá. Nem látok semmit. A játék elméletileg maximum grafikán van. Túl hevő. És megevett! Engem megettek. Nézzük meg, hogy ennyit tudok előre menni. Csak kipróbáltam. Tényleg amúgy akkora hatalmas ötlet volt annó ez a Plants vs. Zombies, és nagyon aranyos, tehát az egyik fejlesztőnek a barátnője vagy a feleségének köszönhető ez a az, hogy növények lettek a védők. Ilyen tower defense játékban. Ó, mi ez? Megidézhetek zombit? Egész, meg... zombi métet megidézhetek. Hihi. Nem, sok ideig kell tartani, a lehető legtöbb ideig kell tartani azt a közepet. Hogy nyerj. Tehát ez nem mégse a rásmód. Van ilyen kill confirmed szerű játékmód, hogy oda kell menni és fel kell venni a dögcédüláját idézőjelben. Na most erre tüsszentenem kellett. Nem állunk jól. Vagy igen? Nem. Nem, mert növények vannak mindenütt. Ez a hagyma drón. Láttam róla videókat. Engem elkaptak megint. Na, nem lesz jó. Váltok karaktert. Na. Hova? Tovább jutottunk? Megy a következő cél? Mi néz ki? Na, azt hittem növény van ott, de nem. Megpróbálom újraéleszteni, akit újra lehet. Meg valami életet adó tűzsa. Teleportgép. Most a mérnök tud ilyen Team Fortress-szerű dolgokat lerakni. Jó, hogy tudom, hogy zombi vagyok. És zombikat kezdek elölni. De még élek.
Sikerült felkeltenem. Nagy embert. Milyen izé gangsta virág volt ez. Orsó. Ez szerintem beakadt. És akkor igen, nem tudok most. Hoppá! Nem akartam a tutoriált megnézni. És nem is lehet kilépni a tutoriál, de... képességeket nem lehet rá rakni, meg nincsenek. Ó! Oh. Le tudom venni a sisakját, meg... tehát ilyen nagyon aranyossá tudom csinálni. Na, nagy ugrás, challenge teljesítve, kettes szint, hármas szintű lettem, bocsánat. Ó, és új képességem lesz a következő újraéledésre. Az meg milyen Son Goku frizura. Ki tud ilyen füstöt? Ötletes játék, tetszik. Tetszik, aranyos. Utána a növények jobban bejöttek. Fagyasztó borsó. Sikerült leszednem csapdával. Kimenekíteni. Na, egy kis élettöltés jó lenne. És mehetünk a következő pontra. Járművek talán nincsenek. Majd ezeken kívül ugye. Amik ott vannak. És majd újra visszatérek a Tower Defense játékmódba, most már nem fog szaggatni. Fagyasztó, igen. Jó sokáig vagyok fagyasztva. Nem sikerült kitérnem. Az EPG új képesség, na nézzük. Szegényként. Úgy sajnálom a növényeket, olyan aranyosan. Ez mi? Jó, nem mellenem van. Nagyon nagyokat ugrik ez a gangster borsó. Pont nem sikerült. Így, engem viszont felrabbantottak. Na, nézzük meg megint a zombosz módot. Tehát gyűjtögettem az agyakat. Tehát rá se kell kattintani, elég ha oda viszem az egeret. Ez nincs tableten, ez a mód. Szerintem nincs. De úgy van megcsinálva, Windows 8-on szerintem működjön. Na nézzük az Airstrike-ot. Így kell, így. Na nézzük. Ott elkezdik zuhogni. Az első. Egyszer újraéleszthetem a halott zombikat is. Nem akartam talán ott elengedni, de mindegy. Zomboszlék, ha jó ott megy. Elég sok mindennel tudom segíteni így a csapatot. Talán. Na, talán nyerünk is. Mármint az meg lesz. Szuper. Gyűjtsünk egy kis
agyat. Nézzük meg azt a területet, hogy mik vannak arra. Ott van egy csomó hulla. Nem tudom, hogy ráéleszteni őket. De hírt tudok ide dobni. Ó, oh, ott egy drón. Hagyjam a drón. Na, már többen kezdenek haladni oda, és erre egy airstrike-ot adok is. Nagyon jó. Most nem csak a hírre jó lenne, ha újra töltődne. Na. Úgy néz ki, kell egy zombosz, vagy egy fő virág, aki irányítja a játékot, mert lehet látni, hogy most azért elég jól haladtunk rögtön. Viszont talán nem tudok parancsokat adni, mint a Battlefieldben. És akkor mindjárt odaérnek. Akkor egy airstrike-ot fogok nekik adni ajándékba. Nem tudod elhagyni a agyakat. Az képest elfogy. Úristen, miért megy le az életem? Miért megy az életem? Valamiért ment le az életem. Tudják lőni a hajómat? Inkább ezt nem használom most el, hanem keresek mást. Mint várok más képességet. Ha valaki meghal, akkor újraélesztem. Foglaljátok el. Na, még agyat. Nagyon kevés kell már csak. Nagyon kevés agy. Agy. Még egy, kettő. Oké. Most aki oda megy, annak most annyi. Mindjárt lelőnek. És sikerült elfoglalni. Nem tudom, hány lépcsőfokos ez a játékmód, tehát hogy meddig kell elmenni. Hogy... tovább jussunk. Mindenről még nem hídenek. Nagyon kevés az életem. Oda adok egy kis segítséget. Meg egy kis healt. Szerintem megadtam, amit kellett és lehetett. Felderítő. Mi az életem? Na, most elkezdtek beszivárogni a zombik. Hú, ott rengeteg növény van. Nincs képességem, amit használhatnék. Nem baj, ha látják a többiek, hogy mi történik ott. És szerintem oda beteszek egy ilyet, meg egy ilyet. Nőjön mindenki élete. Ó, oh, én rakom le ezt a vízcsapot, úgy tűnik. Ami hídál. Na? Mi lesz? Nagyon sokan vannak ott a növények. Hárman. Most nagyon sok idő, még újra lesz
Airstrike-on. Most innen jönnek a zombik. Most már van. Na, most elkapjuk a növényeket. Levelőtek növények. Haha. Kigyomlálunk titeket. Hoppá. Be kell jutni az épületbe 5 zombinak. Juhú. Ez már a vége játék. Van nincs senki. Na reméljük, hogy sikerülni fog. Nem sok idejük van. Hát ezt nem használom most el, nagyon. Mert többen lesznek. Legyen egy élettöltő, mert most jönnek a játékba be. Na, jutnak befelé. Fontos, hogy 5 darab zombi bejusson. Valahogy tömegesen meghalnak, akkor ott feléleztem őket. Hogyha tömegesen valahol ott vannak a növények, ne bombázom őket. Itt. Most. Boom nekik. Tömeges zombi alá nem látok, de élettöltés az már. Nem túl sok idejük van már. Ott próbálom bejutni. Elestek. Megpróbálom újraéleszteni. Sikerült. És még mindig nem jutottak be. Egyben van! Nincs elég agyam. Egy újabb airstrike-hoz. Megpróbálok életet adni nekik, inkább. Három! Három darab zombi. Teleportálnak, mert csinált mérnök nekünk ilyesmit. Mindennél fontosabb most, hogy a zombi világa lehető legösszeszedettebb legyen. Száj vagyok egy ilyet rakni, és lássanak. Meg én is lássa. És jött az airstrike. Ott nagyon sokan vannak, szóval talán sikerül. Na. Már csak egy zombi kell, hogy bejusson. Jussatok be! Egy zombi minden agyér, minden agy egy zombiért. Gyerünk. Kész. Megvan. 5. Nyertünk. Na. Ennyi. Kész, vége a virágoknak. Hát te hiába táncolsz, ott végetek. Wow. Hát nem voltak elég jók ezek a virágok. Na én akkor innen most kilépek. Na, Garden, nem mi legyen. Van itt több játékmód. Azért nem mutatom be mindet, inkább visszamegyek a speciális Garden Ops-ba. De itt van még a Garden's Graveyards. Ez volt most. Mix mód. Tehát amikor ilyen cserélgetős van, Gnome.
ezek vannak, menjünk Garden Ops-ra, és akkor menjünk egyet, amíg meg nem halunk, de akkor ez hard legyen. Keressük a valóban a legnagyszerűbb játék folyamatot. Hát az előbb nem sikerült megtalálni. Tsuyokuma Kuna. Na, be fogunk lépni ide? Nem, nem sikerült. Tehát akkor újra megpróbáljuk. És megnézzük, hogy milyen lesz. Ha bármi baj van amúgy a felvételben, akkor írjátok le YouTube-on, kommentben, mert újra raktam a számítógépemet. És ez az első felvétel azóta. Jó. Legyen crazy, nem érdekel. Na valahol most már dobjon be. Na, találtunk, be is jutottam. Indulunk is. Szerintem nagyon izgulhat. Úgy pörög. Na? Na? Mi lesz? Nem, nincsen töltőképernyőm, tehát, hogy... Ó, hát most milyen pálya fog jönni, meg... Ilyenek. Csak fekete és a virág. Piszkálhatom a szemét. Szemtelen virág. Ahó. Ez szerintem nem úgy kéne, nem így kéne működni ennek. Ha próbáltam egy kicsit kilépni, de nem. Na jó, én türelmetlen vagyok, inkább újra elindítom a játékot. Megnézzük, hogy úgy hogy megy. Itt van, hogy 71 óra múlva véget ér a játékidőm, de addig játszhatok. Addig nincs gond. Na. Hú, nem tudom mi volt. Gargantnutár, vagy micsoda, meg a Yeti immunisak a jég támadásra. Most kapcsolódunk az Electronic Arts szervereihez. És... Garden, Custom Search, és Hurt. Na nézzük a markingot. Remélem most működni fog. Na, ezt a képernyőt hiányoltam az előbb. Amiből tudhattam volna, hogy most mi történik. Szépen. Lassan. Betöltünk, na nézzük akkor. Sunflower akcióban, ez most hard, ez most... többieknek biztos, hogy jobban kell segítség. Ja, de mindenki Sunflower. Mondom, ha meghalunk, akkor a kör végéig nem lehet... Nem lesz vége a játéknak, tehát... Muszáj elintézni lambikat és nem meghalni. Tehát, mert úgy értem, ha meghalunk, akkor utána... Amíg nincs új kör, addig nem keltenek föl minket.
Mekkora páncélzattal rendelkezik ez? Azért. Huha. De aranyos. Ne vicceljetek már, az olyan cuki. És itt ugye most nincs ember ellenfél, tehát... Ja, ez nem az. Ez far, gyógyítani kéne. Hoppá! Gomba. De jó. Tök cuki. És most csak ketten vagyunk amúgy. De szerencsére nem szaggat. Hoppá. Nem tárasztam időben. Gyertek zombik, gyertek. Oké, ez megvan. Na felmegyek, mert... Na most megint ezért csak elkezdett szaggatni egy kicsit. Na. Hát eddig nem csináltad. Eddig nem volt ilyen baja. Azt megpróbálom eltüntetni. Sikerült. Te azt hagyjad azt a pici növényt. Próbáljuk egymást tölteni. Sikerült. Sikerült, megcsináltuk. Helyes. De jó. Nem tudom, mit ad a napraforgó. Hát ha nincs tele az életem, akkor feltölti. Ja, ez nem napraforgó, bocsánat. Ez ilyen cserepes virág. Hé? Ne! Mi történt szegénnyel? Ezt hogy lehet feléleszteni? Lehet, hogy nem tudom. Kör végéig. Jajaj. Maradj csak ott. Hoppá. Ne! Önnek is annyi. Ne, hagyjad azt! Bármi is az. Ja, ez is egy gomba. Ó, oh, és én is rakhatok ide. Erősítést. Ugye az originális panel ott a maras, jobb alsó sorokban. Csak ilyen a színe. Akkor csak meglepődtem. Nem jó, hogy jobba kell tartani a jobbeget gombot, de gondolom a beállításokban lehetne változtatni. Hogy célozzak, én nem szeretem ezt a fajta célzást. Az igen. Olyan budi is. Na, ne már, pusztulj el! Na, ne már.
Jó sok kellett abba a budiba. Ajaj, nagyon rosszul állunk. Ne! 17 másodperc. Felé lesz a magam. Most mindjárt ő is kiesik. Felélesztett, jó van. Aranyos volt. Na, új cuccot értem el. És... kis fedezéket csináltam. Ha ez micsoda? Ő lesz a zombosz? Valószínű. Ő. Ajaj. Nem tudom honnan jön. Honnan? Aranyos, ahogy itt tölti az életét. Vagy gyűjti. Ajaj! Ne! Elvesztettük a fedezéket. Ilyen hamar kinyírta! Ajaj! Pedig hílelt. Hílelt az a virág is. Tűrre tudnám éleszteni magam. Háromszor. Lehet, hogy most kellett volna igazából, de... ja, hogy ilyenkor nem élethetek újra. Értem. Azt hittem, hogy ilyenkor respawnolok. Na mindegy. És nem, én nem tudok amúgy karaktert váltani. Szegénykém. Ouch. És vesztettünk. Hát, ennyi lett a vége. Elégett a kertünk. Vagy nem? Mi történt? De ez az első kör, gondolom. De nem megyek még egy, vagy nem? Vagy... Super Giga Gargamelon. Nem, 10-es kör. Hát jó. Ti mondjátok. Akkor legyen a 10-es. Ott van. Úristen, mit történik itt? Sikerült felkelteni a barátunkat. Na hát most felkeltem magam, amint lehet. Húha! Jaj, ne! Mennyien vannak? Nem is egy van. Ja, hogy van nekünk egy borsó társunk. Aha. Most már nem figyeltem eddig.
Na nézzük meg ezt a Super Beam kanont. Sun Power! Sikerült. Ha, ötös szintű lettem. Viszont elkaptak. Tök jó. Nézem, fel tudnak-e kelteni, vagy nem. Nem. Nem tudtam neki segíteni, mert... Kezd már eljeleszteni. Öt rajta tudok segíteni. Lassan töltődik az életem. Na, ez elesett. Van eszik a kertet. Ó. Ezek a gonosz zombik. Hol van az, ami szed minket? Ó. A nap ereje sújtson le rád! Ez sikerült is. Vége? Lehet, hogy vége van. Landing zone. Ki kell menekülni? Olyan, mint a Mass Effect-ben. Lol. Tetszik. Úgy kell kimenekülni, mint a Mass Effect 3-ban. Multiban. Ez tök jó. Ki kell tartani egy percig. Na nézzük a nap ereje. Na, nem igazán tudom kihasználni a nap erejét. Hova van a másik borsó? Egyiknek nagyon kevés az élete. Na. Kíváncsi vagyok, hogyan menekítenek ki minket. Na, jön a budi! Na, szuper! Tök jó. Hát ez meg lett hardban is. Aranyos játék ez. Nekem bejön. Tetszik. És én meg is köszönöm nektek a figyelmet, hogy néztétek a videót. További szép napot kívánok mindenkinek. Sziasztok! Vigyétek magatokat virágokkal!